Elfogadásra került a könnyű szerkezetű épületek szabályozása, valamint a temetkezésre vonatkozó rendeletmódosítás. Döntés született Magyar Kanizsa költségvetésének módosításáról, ami csökkenést eredményezett. A költségvetés az eredetileg tervezett 1 milliárd 222 millió dinárról 1 milliárd 44 millió dinárra módosult. A kiigazítás elsődleges okai azok voltak, hogy a magasabb hatalmi szintekről származó átutalások, tehát a tartománytól és a köztársaságról származó eszközök egy része csak a jövő évben fog megérkezni, ez miatt a projektumok finanszírozása áttevődik a jövő évre. Három napi rendi pont a Regionális Hulladékgazdálkodási Társaság működési szabályára és székhelyének a változásaira vonatkozott. Ezen kívül szó volt még a vagyonadó meghatározásáról is. A vagyonadó meghatározása, ez egy összhangba hozás a szabadkai vagyonügynökségnek az átlag ár szabás, kiszabása után az elkelt földeknek az átlag árából határozzák meg a földek értékét, és ezután fizetik a polgárok a vagyonadót. A vagyonadó kulcsa nem változott, tehát itt árban nem fog semmilyen változás történni, míg a házak, az ingatlanok értékében csökkenés fog bekövetkezni, ugyanis az eladott házaknak az átlag ára csökkent a Magyar Kanizsa községben. A tiszamenti vízművek téli útkarbantartásáról is határozatot hozott a képviselőtestület, valamint a közvállalatok éves jelentését is egyhangulag elfogadták a képviselők. Részletes jelentés is elhangzott a községi tanács három havi munkájáról.